Egészen kisiskolások is részt vehetnek az Élményzóna Egyesület által szervezett angol nyelvű élménytáborban. A napi programok során többek között egy magyar származású Kanadából érkezett önkéntes fiatal is segíti a táborozókat a nyelvtanulásban. Foglalkozik velük, felügyeli őket a játékprogramok során. Ezért vitte el őket egy kinti, egy túlélő tréningre. Nálunk is van ilyen túlélő tábor, katonai túlélő tábor, és egyébként ezeket a kinti foglalkozásokat, ami kalandos, csapatépítő, átmentjük egyébként az angol táborba is. Az élménypedagógiai játékoktól kezdve a délutáni szabad foglalkozásokon át minden a megszokott módon a többi élménytáborhoz hasonlóan történik. A különbség, hogy ez most angol nyelven zajlik. A héten nagyon sok minden történt, az egyetemi épületen belül maradunk mindig a kalandnapközivel. Itt van egy gyönyörű szép udvar, ugye, ahol most is vagyunk, és ez egy nagyon biztonságos terület, de törekszünk arra, hogy ne a terembe történjenek a játékok, hanem a lehető legtöbbet kint töltünk, időt töltünk. A melegre való tekintettel kicsit kevesebbet, de abszolút a napjaink mondjuk 60-70%-át azt a szabadban töltjük kint játékokkal. A kinti foglalkozásokat, amelyek kalandosak, csapatépítők, átmentik az angol táborba is. Fontos a mentés szenvedélyének felkeltése, valahonnan, valahova el kell jutni. Mindez pedig kerettörténetbe ágyazva valósítják meg. Például a gyerekeknek azt mondják, hogy egy egyszerű kötélbe áramot vezettek, persze ez valójában nem igaz, ezt a gyerekek is tudják. Ezeket a kinti foglalkozásokat, ami kalandos, csapatépítő, átmentjük egyébként az angol táborba is, valahova el kell jutni, a mentés szenvedélyének felkeltése, ugye a projektben való gondolkodása, a projektben való munka, és az expedíciót is alkalmazzuk egyébként akár a túlélő táborban, akár az angol táborban is, különböző keretmesébe beépítve. Ez már a második turnus az angol élménytáborból. Augusztusban kalandtábor tartanak még, amelyre várja a jelentkezőket az Élményzóna Egyesület. Információ a szervezet weboldalán érhető el.